Kompország mai vendége Gémesi György, egykori kardvívó, politikus, polgármester, korábban országgyűlési képviselő, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 8 gyermekes család 6. gyermekeként született. A SOTE általános orvosi karán szerzett diplomát. 80-tól 85-ig az Országos Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet orvosaként, 90-ig a Kerepes-Tarcsai Flór Ferenc Kórház sebész orvosaként dolgozott. Egykor sikeres kardvívó, tagja volt a 84-es Los Angeles-i olimpiára készülő válogatott keretnek, amelyen végül politikai okok miatt Magyarország nem vett részt. 89. augusztusában lépett be a Magyar Demokrata Fórum gödöllői szervezetébe, melynek hamarosan elnöke lett. 90. októberében megnyerte a gödöllői polgármesterválasztást, aztán Zsinórban 7-szer újra választották, immár megszakítás nélkül 33 éve vezeti a várost. 12 éven át volt az MDF alelnöke, pozíciójáról 2006-ban mondott le, és bejelentette a pártból való kilépését is. 98-ban nyert először országgyűlési képviselői mandátumot, 4 év múlva ezt megismételte. A 2018-as országgyűlési választáson az LMP képviselőjelöltjeként szerzett képviselői helyet, ám mivel továbbra is gödöllő polgármestere kívánt maradni, lemondott róla. Legyen a Magyar Hang olvasója, fizessen elő vagy vásárolja meg lapunkat, és iratkozzon fel YouTube csatornánkra. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portréműsora, és mai vendégünk Gémesi György, gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, és nem mellesleg egykori vívó. Köszöntöm a nézőket! Mielőtt belecsapnánk a beszélgetésbe, lenne egyrészt egy technikai észrevételem, hogy ugye itt a Magyar Hang szerkesztőségében vesszük fel ezt a műsort, és ugye ez egy utcafronti lakás itt a Mester utcában, és most ugye elég intenzív munkálatok folynak az utcában. Ez lehet, hogy néha egy kicsit behallatszódik, ez nem a kollégáknak a hibája, hanem hát ilyen kicsit ilyen életszagú lesz talán ettől a beszélgetés. A másik pedig, hogy ha már a Magyar Hang szerkesztőségében vagyunk, akkor ugye megjelent a heti lapunk legfrissebb száma, a címlapon Kéri László és Hegedűs István portréja látható abból az alkalomból, hogy mind a ketten ugye elég sokat tudnak, meg érdekeltek abban az ügyben, hogy hát gyakorlatilag napra pontosan 35 évvel ezelőtt alakult meg a Fidesz, amely egyébként ugye úttörő volt a maga nemében, hiszen megelőzte a többi pártot is. Nyilván ez a 35 év történetének az áttekintése, ez egy igen érdekes feladat, de a mai beszélgető partnerünkkel is van mit áttekinteni, hiszen ha csak arra gondolok, hogy 1990 óta tölti be ugyanazt a pozíciót gödöllő polgármestereként, akkor már hát ez is már ez egy emberöltőnyi időszak. És közeledik már, mondhatjuk azt a választás, hogy a kettős választás lesz jövőre, európai parlamenti és önkormányzati választás. Úgy adja magát a kérdés, hogy elhatározta-e már, hogy újra megméreti-e magát Gödöllőn, elindul-e, és ha igen, akkor esetleg hosszabb távon is az a terve, hogy majd innen ebből a pozícióból megy nyugdíjba? Hát tulajdonképpen az a döntés megszületett, hogy indulok a választáson, azért egy kis dilemma volt, hiszen az elmúlt időszak önkormányzatok ellenes politikája, illetve magának az önkormányzati autonómiának a minimalizálása és az önkormányzatiságnak a megszüntetése gyakorlatilag az azért elgondolkodhatott, hiszen én az a polgármester vagyok, aki nem vazallusként végrehajtok dolgokat, hanem nyilván a kötelező feladatok ellátása mellett igyekszem a várost, közösséget formálni, és nyilván a városlakók érdekeit úgy képviselni, hogy megyünk együtt előre azon az úton, amit közösen eldöntünk. A mai önkormányzatiság az nem ilyen. A polgármesterek egy jelentős része el van kényelmesedve, nem bántásképp mondom, de nekik az jó, amit a képviselő mond, majd akkor az a három úszttal lesz aszfaltozva, az a kis pénz megjön, azt hagyjanak engem békén. Ez is egy álláspont, de ez nem önkormányzatiság, és ez kiküszöböli azt a hihetetlen kreativitást és aktivitást, amit helyben felhajtó erőként egy település életében, működésében lehet csinálni. Én hiszek a lokalitásban, és a döntésem végül is, hogy indulok a választáson, az alapján született meg, hogy ez a hit, ez megmaradt, és lássuk meg, hogy mi a következő időszak, változik-e a nagy politika, változnak a politikai szereplők, és hogy fognak az egész önkormányzati rendszerhez élni. Mi 10 millió embert képviselünk, most már sajnos csak 9,5 milliót, ugyanúgy meg vagyunk választva, mint a parlamenti képviselők, nyilván többen vagyunk,
települési vezetők, de a legitimitásunk az megkérdőjelezhetetlen. Igen, csak hát ugye az önkormányzati működésének a szabályait, azt viszont ugye a parlament tudja ugye törvényekkel, jó esetben törvényekkel, más esetben ugye rendeletekkel a kormányzat szabályozni. Meg pénzzel. Gyakorlatilag az az igazság, hogy nagyon ráült a politika rendszerre, ahelyett, hogy hagyná önállóan működni. A politika azt várja el a településektől, hogy szolgálják őket, és az ő népszerűségüket erősítsük. Nem bölcs ez a kormány egyébként. A megítélésem szerint, hogy lemond erről a felhajtó erről, amit az előbb beszéltem. Nagyon sokat tudunk segíteni egy kormány sikeres politikájában, amennyiben nem használnak minket, ez rossz értelemben mondom, nem támaszkodik az önkormányzatiságra és a lokalitásra, egy kormányzat csak végrehajtó szerepet szán neki, sokkal kisebb segítséget tud nyújtani a munkájához a települési szint, a lokalitás. És ez azért nagyon lényeges, mert most túl vagyunk már egy 2 éves Covidon, ki tudja, milyen vírusok jönnek még, itt van egy háború a világban, világgazdasági válság van, nem tudjuk, energiaválság, infláció, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, mi lesz az év második felében. Tehát ilyenkor én azt gondolom, az együttműködés egy alapja lehet egy ország túlélésének, mert most mindenki arra játszik, túl kell élni ezt a nehéz helyzetet. Ugye az akkor beszéljünk erről, ha már utalt rá, a rezsi válságról, ami ugye az önkormányzati intézményeket is igen erőteljesen érinti, és ugye most kevesebbet hallani arról, hogy most akkor van-e kompenzáció, nincs-e kompenzáció, kik kaptak, kik nem kaptak, hogy Gödöllőt ez hogy érintette? Ugye most már tavaszodik, tehát nyilván a helyzet valamivel javulni fog, de hogy mennyire hát rendítette meg Gödöllő költségvetését az a számla, mennyiség, most az a pénz tömeg, amivel ugye többet kellett fizetni ezekre a kiadásokra. Picit menjünk vissza, tavaly júniusban bejelentette a kormány gyakorlatilag, hogy egy hónap múlva mindenki 10-szeresét vagy több mint 10-szeresét fizeti az energiáért. Ezt én egy kicsit jobban előkészítettem volna. Ez egy gyakorlatilag gyeplőbedobás volt, majd ősszel valamikor szeptember elején bejelentett, hogy a távfűtési költségek is 16-szorosak lesznek. Zárójelbe jegyzem meg, hogy itt sikerült a legmagasabb tőzsdei árindexhez igazítani a távfőárát, mert egy bonyolult számítások alapján jön ki a végső összeg, és egy 16-szoros összeget, 16-os árat hoztak ki. Most egy picit jobb a helyzet, mert a tőzsdei számok is jobbak, és sok minden változott. Tehát így indult el ez a történet, és mindenki a gyomrához kapott, gyomorgörcsöt kapott, hogy élem túl a tízszeres villamosáramot, és akkor tízszeresnek a gázárakat. Aztán mindenki ment előre, mindenki megpróbált takarékoskodni, rohantunk előre mi is Gödöllőn, megpróbáltuk azokat az intézkedéseket, döntéseket meghozni, amivel a téli időszakban korlátoztuk a kulturális, például a kulturális intézmények működését, bezártuk a művészetek házát, mert kénytelenek voltunk bezárni, számoltunk, és így gyakorlatilag... Ez különösen érzékeny kérdés, azt hiszem. Hát a kulturális élet persze, hát az nekünk egy arculatunkhoz hozzátartozó nagyon fontos rész. És a lényege a dolognak, hogy aztán a januári időszaktól a távhőára csökkent, és ezekkel az intézkedésekkel és azzal, hogy gyakorlatilag radiátorra végmentünk, a rendszer üzemeltetésével, visszafogásával, hőfokszabályzással végül is elértük azt, hogy egy 25, sőt valahol megközelítettük a 30%-os megtakarítást, amit a kormány előírt, és közben az árak is egy picit csökkentek, és így túléltük ezt a fűtési szezont, most már mondhatom, mert bár most a napokban még megint hideget jósolnak, de én azt gondolom, hogy a tél már mögöttünk van, és az energia gazdálkodás szempontjából túléltük ezt az időszakot. Nekünk egy többlet költséget olyan 350 millió forintot jelentett, úgy, hogy a villanyáramban még nem kellett többet fizetnünk, mert nekünk 23 végéig van a korábbi áron szerződésünk, bár itt is emelkedtek a rendszerhasználati díjak, ami nem is kevés pénz, többlet költséget jelent, de összességében mondhatom azt, hogy túléltük, és készülünk a következőre, mert a következő szezonra, mert a Energiaminisztérium szakemberei és politikusai szerint is a következő esztendő sem lesz könnyebb és jobb. Két dolog segített ezt túlélni idén. Az egyik nyilván az időjárás, igen, ami gyakorlatilag jóval kedvezőbb volt, mint ami egy téli időjáráson lenni szokott. A másik, hogy a tőzsdén is lezuhant a gázára.
a holland tőzsdén. Ezt nyilván okozta részben a gázfelhasználás csökkenése, mert ugye mindenki spórolt, és ennek következtében kevesebb gázt használtak föl, és több lett a kínálat szempontjából, többletkínálat lett, még akkor is, hogy ezt tankerhajókkal hozták be Európába. A másik szintén az időjárás, és az, hogy most a tárolók viszonylag nagy telítettségűek. Tehát most 40, volt már 40 euró is a gázára, ami a korábbihoz képest még mindig többszöröse, 3-4-szerese, de 40 euró is volt a gázára, most olyan 50-55 körül van. Ha ez tudna maradni a tél folyamán, akkor könnyebben tudnánk a következő szezon átélni, de hát ezt még senki nem valamilyen tudja. Valamilyen központi támogatás volt ehhez? Kaptunk 86 millió forintot, tehát 350 millió forint volt a többletkiadás, 86-ot kaptunk, de mellé oda kell tenni azt, hogy év végén, amikor ezt megkaptuk pont egy pár nappal előtte, a közétkeztetésre megítélt állami forrást, amit az állam tesz hozzá az önkormányt és a lakossági, illetve a szülők mellett, azt gyakorlatilag 75 millió forinttal én végén csökkentették, úgy, hogy 75 millió többletköltségünk is volt, tehát egy 150 milliós luk keretkezett azonnal a gödöllői költségvetésbe. Tehát ez a 86 millió forint, ez persze nyilván jó volt, mert valamit segített, de messze nem fedezte azokat a többletköltségeket, amit emellett még az infláció jelentett, az építőiparnak az áremelkedése, és hát nyilván 23-as költségvetésnél szembe kellett néznünk a bérek reálérték megtartásával, ugye 15%-os inflációt írt elő a kormány, persze ez jóval több élelmiszer szempontjából meg brutál, és itt nem nagyon van elmozdulás, de ott is kellett egy nagyon komoly segítséget adni az embereknek, hogy legalább, amit hazavisznek pénzt, ne legyen annyira kevesebb reál értékben, mint a korábbi évben volt. Gödöllőről és általában az önkormányzati rendszer 90-től mostanáig tartó változásáról még fogunk beszélni, de egy kicsit most személyesebb síkra terelném a beszélgetést. Ugye nem tudom, ezt mennyien tudják, vagy mennyire köztudott, hogy egy 8 gyermekes családban nőtt fel, és a világ szemléletét, mondhatjuk így, hogy ahogy mondjuk az MDF-ben politizált ugye talán a leghosszabb ideig, tehát mondhatjuk, hogy ez egy konzervatív szemlélet, ami talán jellemzi ezt onnan hozta a családból, és egyáltalán mi volt az, ami a közélet felé terelte? Nagyon érdekes egyébként, hogy engem most liberál bolsevíknak tartanak, értelemben nem voltam az egyébként, és mondják ezt azok, akik egyébként 92-ben még kivonultak a trianoni megemlékezésről a parlamentből, meg adott esetben, hát ilyen Soros Gyuri bácsi, hát azt mondjam, pénzéből nőttek föl vele a politikába, és a liberális internacionális tagjai voltak, mert én akkor is ott voltam, és én erre tökéletesen emlékszem. Én akkor is az MDF tagja voltam, én magam konzervatívnak vallom egyébként, Petőfi után nemzeti liberálisnak, tehát az a nemzeti szabadságérzés, ami Petőfi megfogalmazódott, és az a hazaszeretet, az nekem alapérték a családomtól fogva, tehát nevezzük ezt ma ezt nemzeti liberálisnak, ami nem az a liberális, igen, amit engem liberál bolsevikozni szoktak. Igen, 8 gyermek, egy olyan konzervatív nevelés, ami azért mindig haladt a világgal. Édesapám pedagógus volt, és nagyon tudta azokat a finomságokat, amivel a kamasz gyerekeket is, meg ugye az ilyen lurkókat, akik szeretnek kitörni a vékjogból és a kötelékekből, azokat hogy tudja a kordában tartani, ugye 6 fiú és 2 lány, és a fiúk egymás után jöttek, tehát mi azért rendetlenkedtünk egy kicsit, de azt gondolom, hogy amit mi kaptunk a szüleinktől, az egy értékrend, és az, hogy mindannyiunk gyakorlatilag diplomát szerzett, tehát el tudtuk végezni a legmagasabb fokú iskolákat is, és ez a legnagyobb ajándék. Mi nem nagyon kemény időszakok voltak, nem kell belem, és ezt nem sajnáltatom magam, mert ez nagyon jó volt. Tehát én tudok értékelni egy ceruzát és egy tollat is, ha ajándékba kapok, ha azt szeretettel kapok, és az is nagyon izgalmas, és nagyon, amikor az ember visszagondol már ebben a korban, hogy a karácsony körül is, ugye a szeretet mellett mindig volt valami a nagyon nehéz időszakban is a karácsonyfa alatt, és hosszú heteken keresztül édesanyám elkészítette azokat az előmunkálatokat is, amivel a sütéshez, meg a süteményekhez, meg sok minden karácsonyi dologhoz szükséges volt, és nem éreztük soha azt, hogy szegények vagyunk. De az is igaz, hogy akkor mindenki ilyen volt. Az emberek nagy része nehézen élt meg, és nyilván a 8 gyerek költségei jóval nagyobbak voltak, de ez soha nem játszott
az életünkbe szerepet, és nekem most sem játszik a pénz. Én nem törekszem gazdagság, engem nem érdekel három ház, autó, Balaton ingatlan, külföldi, nem tudom micsoda. Ezen sokat csodálkoznak, szerintem nézik a számláimat, mert ugye a Pegazus után már mindent el tudok képzelni, de nem nagyon fognak olyat találni benne, ami nem tisztességes. Sőt, én mindig azt szoktam mondani, és ezt megint önreklámnak vegyék, hogy az adomány, az adakozás az mindig belülről jön, és az ember tegye mindig oda azt, ahova kell, ahol igazán jól és hasznosan tud segíteni embereknek, ügyeknek és bármiben. És ezt én meg is teszem, ezzel élek is. Nem én vagyok az, aki meggazdagodtam az elmúlt időszakban, bár mint ahogy említettem, liberál bolsaviknak tartanak, de azok a urak, hölgyek, akikkel ugye annak idején 90-es évek elején együtt indultunk, párhuzamosan ugye az MDF-en belül politizáltam, rengetegen nem tudták önuralmukat és a fegyelmet megtartani, és bizony elszerítette őket a pénz, és hát azért látjuk, hogy milyen felfoghatatlan, gazdaságos és milliárdok, de ez engem igazán nem érdekel. Az a lényeg, hogy az a szeretet, az a hit, ami abban a csalápi fészekben volt, az most is az életem meghatározó része, és ez nem egy bigott, álkeresztény és egy ilyen farizeus magatartás, hanem egy belső hit, ami a szeretet nélkül nem megy. Ezen mostanában sokat szoktam gondolkozni, és hála a jó Istennek, hogy ezt az ember abból a családi fészekből hozza, megtartja, és innentől kezdve ki tudja zárni ezeket az ilyen aktuál politikai lejárató, és tényleg a már nem azt mondom, hogy színvon alatti, mert a színvon, hát ez még annál mélyebb típusú megnyilvánulásokat, ami megítésem szerint ebből az értékrendből közelítve csak szánalmasnak nevezhető. Igen, ez a fajta, hát mondhatjuk így keresztényi, meg a türelemre alapozott életszemlélet, magatartás, ez amikor sportoló volt, hát akkor is volt egy pillanat, amikor erre azt hiszem, hogy nagy szükség volt, nem tudom, hogy emlékszik arra vissza, ugye akkor volt éppen válogatott kerettag 1984 környékén, amikor ugye politikai döntés folytán Magyarország nem vett részt a Los Angeles-i olimpián, ahol valószínűleg ön is ott lehetett volna. Hogy mit érzett akkor is, hogy érez még emiatt dühöt, elkeseredést, vagy gondolja azt, hogy esetleg akár az egész életpályája is másként alakult volna, hogyha azzal a lehetőséggel akkor sikerül élni? Ha az embernek van hite, akkor mindig azt mondja, hogy az ég eldönt mindent, és akkor megyünk abba az irányba, amit döntött. Nem feltétlenül csak az én szerepem a fontos ebbe. Mert vegyük azt, hogy persze fájt nyilván, hiszen akkor voltam az életem legjobb formájában, és erre készülgettem én is, mint sokan mások. De mégis azzal, hogy nem mentem párhuzamosan, kaptam a Jóistentől olyan ajándékot, hogy 5 olimpián részt vettem, mint sportvezető. Igen. Ugye a Magyar Vívószövetség elnöke voltam, olimpia bizottság alelnöke, és 5 olimpiára tudtam eljutni. Tokióban is volt már egy előkészített, viszonylag költségkímélő utazás, hiszen én a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja vagyok mai napig is, és akkor már beszéltünk erről, hogy valami olyat, amit meg is tudok fizetni, de hát ugye a Covid miatt nem volt lehetőség menni, és ezt kifejezetten azért akartam menni, mert a tudnokövetségem a magyar válogatottnak a tagja. Ugye a Szilágyi vezette magyar karcsapat tagja, és Szilágyi Áron vezette magyar karcsapat tagja, és ugye harmadikak lettek, és készülnek Párizsra. Ha tudok, oda is el fogok menni, nyilván ott már nem vezetőként, és nem protokoll dolgokat is belevéve, hanem turistaként el fogok menni. De a lényeg az, hogy 5-ször el tudtam menni hivatalosan olimpiára. Tehát valahol kompenzált az élet ebben a dologban. És abban is kompenzált, hogyha én nem is, de az unokaöcsém Gémesi Csanász, az egy olimpiai bronzérmes. Hát ez egy fantasztikus dolog. Tehát a családon belül van egy olimpiai bronzérem, és hát én még bízom benne, most nagyon jól fut a karcsapat, a hétvégén is rendkívül jól szerepeltek, hogy ez a kitart családnál ez a fizikai állapot, és oda fog kerülni Párizsba a legjobbak közé. Tehát mindig az élet átrendezi a dolgokat. Amikor elvesztettem először a parlamenti választást 2006-ban, nagyon nem volt egy öröm számomra, hiszen akkor én nem együtt indultunk a Fidesszel már, de ellenem nem is indult Fideszes. Igen. És én akkor Dávid Ibolyával nagyon komoly konfliktusba kerültem azért,
mert én akkor a második fordulóban azt mondtam, hogy a Jobbik jobboldali jelölt javára a Rosszabbiknak vissza kell lépnie. Ugye MDF Fidesz vonatkozás jelentett volna ezt, elnök azt mondja, ezt nem támogatta, én azt támogattam, nem változtatott volna a második fordulóban nagyságrendet az eredményben, mert akkor már úgy tűnt, hogy megnyeri ezt a baloldal, de akkor én ezt meggyőződésből mondtam ki, és a konfliktusunk után első fordulóban ugye én vezettem 12%-kal, és a másodikban emiatt a konfliktus miatt én elvesztettem az egyéni választást egy ilyen 100 szavazattal, tehát ilyen 23 000-es nagyságrendben ez ilyen 0,2% vagy 0,1% volt. Még akkor a Orbán Viktor miniszterelnök úr föl is hívott telefonon, megköszönte, és én akkor azt mondtam, miniszterelnök úr, nagyon köszönöm, hogy fölhívtál, ennek nagyon örülök. Én ezt nem valami egyéni haszon miatt, hanem meggyőződésbe tettem, mert úgy érzem, hogy ha én jobb oldalra sorolom az MDF-et, akkor neki ott van a dolga. Sokkal bonyolultabb volt ez. Tehát ez volt az a konfliktus, ami miatt aztán ki is lépett. És aztán igen, és akkor én akkor nem tudtam már elnökasszonnyal. Nem személyes, ez inkább ilyen politikai nézetkülönbség volt közöttünk, és akkor én kiléptem. És azóta én teljesen független vagyok, ez nem így van, mert később jött az új kezdet, de sokáig párton kívül voltam, és akkor, amit akartam mondani, nagyon fájt ez nekem, hiszen a választókerületemben iszonyatos sokat dolgoztam. Tehát polgármesterekkel kapcsolatot tartottam, volt, hogy egy este 4 bálba mentem, mert úgy osztottam be, ilyen farsangi időszakban, hogy mindig ott legyek, velük legyek, intéztem a dolgokat, és ez a pár száz szavazat, ez nagyon, nagyon fájt nekem. És édesanyám mindig azt mondta, és ez azóta is bennem van, hogy nem kell neked most a kétségbe esned, sosem tudod, hogy mi miért történik. És ebben teljesen igaza volt, és ma is ezt vallom, sosem tudjuk, hogy mi miért történik, és utána a következő 4 évben, mondjuk így a talán egyik legjobb önkormányzati kört futottam, tehát rengeteget foglalkoztam a városra, összeraktuk a dolgokat, ellenzék voltunk, mert ugye én jobboldaliként a baloldali kormánynak ellenzéke voltam, meg a képviselőtestületben is ellenzéken volt az MSZP, és mégis tudtunk megállapodni a kormánnyal, mégis tudtunk támogatásokat szerezni a városnak. És akkor jóval nagyobb jogköre is volt az önkormányzatoknak. Hát igen, és nagyot lendült a kastély, és utána ugye 11-ben a Magyar-Európai Uniós Elnökség központja volt a királyi kastély. Igen. Tehát ez akkor feltétlenül azért történt, és nem kell. És lehet, hogy abban az MDF-es frakcióban, én bejutok a parlamentben, akkor nagyon zűrös volt a helyzet, ott a tisztelettársaságától kezdve már mindenki volt, tehát emlékszünk, hajaj. Igen. Bocsánat, ha tegezem a szerkesztő urat, de ez már egy történelem, amin mi végigmentünk párhuzamosan, ő nyilván a sajtó részéről, és egy picit, ha személyes volt beszélgetés, akkor lehet, hogy ez van, és nyilván ezt a nézők meg is értik, hogy milyen érdekes, hogy az a frakció az már nem az volt, ami igen, nekem, az biztos. Nekem a szívem lett volna. Tehát ezt az ég elrendezte. Hát akkor maradjunk ennél, hogy 98 és 2006-ban voltál parlamenti képviselő, és nem tudom, hogy ez most hiányzik-e ez a képviselőség, ugye most már nem menne ez így, ugye akkor 2006-ban ugye nem volt összeférhetetlen a képviselői és a polgármesteri pozíció, most a Fidesz döntésével már az, hogy egyébként ez egy észszerű döntés, jó döntés, van jelentősége, hogy ennyire külön választja ezt a két szférát? A döntés politikai okok miatt született meg Orbán Viktor részéről, mert nem szereti, hogyha valahol egy olyan erőtér alakul ki, amit nem tud irányítani. És ha a parlamentben vannak a polgármesterek, akkor nyilván akkor is volt 60-70 polgármester, akkor ott képződhet egy olyan erőtér, amelyik nem tudja azt a folyamatot és azt a technikát gyakorolni, amit a miniszterelnök és a Fidesz gyakorol, hogy központilag megmondják, mit kell mondani, és megy át, mint forró kés a vajban a parlamentben. Tehát emiatt ezt nem tartom helyesnek, mert volt legalább egy kontroll. Igen. Most már ugye a ellenzéki pártok gyakorlatilag nem tudnak igazán befolyást gyakorolni. De amiatt, hogy a településre koncentrálom, hogy ilyen nagyvárosoknál, mint Debrecen, Szombathely, Pécs, stb., hát ott kell lenni. Tehát ott az meg a másik oldal, hogy abban igazuk van. Tehát ott az egy ilyen szempontból jó döntés, hogy a polgármester feladatát, hogy ha van feladat, ha van önkormányzatiság, ha vannak források, akkor ott helyben kell csinálja. Tehát én csináltam párhuzamosan mind a kettőt, és bizony sokszor csorbát szenvedett a helyi, mert menni kellett be Pestre. Most azt gondolom, hogy teljes mértékben tudok a városra koncentrálni, csak hát ugye egy másik ágon ugye elvették a pénzeinket, meg hát megcsorbították az önállóságot, de összességében ez nem volt rossz döntés ebből a szempontból. Hát politikailag meg nyilván tudjuk a történetet.
Ha már az MDF is szóba került, akkor menjünk egy kicsit vissza az időben. Ugye te 1980-ban végeztél a SOTÉ-n, és ugye orvosként praktizáltál. Mi volt az, ami a politika felé vitt? Ugye 89-ben, ha jól emlékszem, akkor volt MDF-es, és egyébként, hogy miért pont az MDF, bár azt hiszem, hogy részben már választottál, nyilván az elsősorban a konzervatív értékrend volt, az, bár akkor nyilván más pártot is lehetett volna választani, hiszen voltak kisgazdák, kereszténydemokraták, mások is. Tehát mi volt, és mi volt igazából az a motiváció, amivel úgy érezted, hogy a politikában részt kell venni, és mit vártál igazából a rendszerváltástól? Azt már meg sem kérdezem, hogy ez teljesült-e, vagy sem, bár nyilván voltak dolgok, amik persze teljesültek, de hát hogy vezetett az orvosi pályától a politikusi, főállású politikusi tevékenységig ez az út? Mindig utáltam a politikát. Egyetemen is jött a kis titkár, a nagyon jó barátom volt egyébként orvosi egyetemen, az egész kis mozgalom más volt, hogy itt orvosokat képeztek, mi mással voltunk elfoglalva, de mondta, hogy menjek mindenféleképpen, mert nem lesz Pesten állásom, menjek a kis gyűlés, mondta neki, figyelj ide, én a vívóteremben vagyok minden nap délután, 5 órától, én nem tudok járni gyűlésekre, írd be, hogy én sportolok, és én nem akarok belépni, nem tudom teljesíteni az elvárásokat, úgyhogy hagyjatok engem békén, meg vagyunk mi egymás mellett. Tehát nem foglalkoztam politikán. Én amivel foglalkoztam, az nyilván a szakmám, tehát az egészségügy, nyilván a családom és a sport. És így volt ez egyetem alatt is, egyetem után azért ott már látszott mindenféle mozgolódás, szép lassan a kopott azért rendesen a kádárrendszer. Akkor is csak inkább odafigyeltem, mint érdekességként, mert édesapám az örökellenzéki volt egyébként, és ő volt Oroszországban, hadifogságban, tehát ő nem szerette az oroszokat. Megjegyzem, én a sportolók tekintetében rengeteg orosz barátom van. Az orosz politikát nem szeretem, az orosz nagyhatalmi politikát és azokat, amik vannak manapság is, meg voltak korábban is. A teljes kiszolgáltatottság, mert akkor is kiszolgáltatták nekik az országot a kommunista időszakban. És a lényege a dolognak az, hogy távol tartottam magam ezektől a dolgokról, és ami közelebb hozott, az, hogy én megálltam Antall Józsefet. És akkor láttam jó párszor beszélni azt az embert, akit én akkor személyesen nem ismertem, de nekem nagyon értelmesen, nagyon jól az én szintemnek megfelel megfogalmazta, hogy Magyarországnak mi kell, és segíteni kell abban a folyamatban, hogy át tudjon menni, át tudja hidalni a 40 év diktatúrája után a következő időszakot, és építkezni tudjunk. És ez nekem nagyon, én egy építő ember, én nem romboló vagyok, én egy konfliktus megoldó és egy építő ember. És ezek a beszédek sarkaltak arra, és aztán ott helyben közelebb kerültem, nekünk volt egy időközi választásunk, Rosszik Gáborról azt megnyerte, közelebb kerültem az MDF-hez, és ott is sok jó ember volt. És akkor ott maradtam, és aztán én nem akartam politikával foglalkozni, de az MDF-et támogattam, tag voltam, helyben ilyen vezetőségi. És jött az önkéntes választás, és akkor elindultunk Gödöllőn, és a gödöllői csapat kétharmaddal nyert, akkor, amikor már ott 90 őszén az MDF nagyon rossz állapotban ugye, volt. Ugye akkor még a polgármester választás az nem közvetlen és volt. És nem volt közvetlen, tehát megnyertük kétharmada, 27-ből 18 képviselő volt, hát ki legyen a polgármester. És hát nehéz volt, mert senki nem akarta ott hagyni a szakmáját. Én sem nagyon, én nagyon jól éreztem magam a kórházban, sebészkedtem, operáltam. És a végén az volt, hogy hát nekem kell ezt elvenni, nagy volt a szám, meg mondtam azt, hogy így meg úgy, meg tudjuk csinálni, akkor csináld meg. Fogalmam nem volt erről a munkáról, erről a feladatról. És akkor azt mondtam, jó 4 évig. Még az elején vissza is jártam kórházba operálni, aztán azt lemondtam, mert azt nem lehetett csinálni. És hát megtanultam, tanulgattam, és a következő évben pedig mondták, hogy hát most már direkt lesz, akkor gyerünk. És első körben indultunk csak MDF-ként, a másodikban már a Lokálpatrióta Klub szerveződésében, tehát én mindig helyben civil voltam. Még akkor is, ha a nagy politika itt ottam ott vezére, de helyben kezdettől fog, mert vallom azt, hogy lokálisan nem a pártok csatáját kell. Az, hogy főváros, kerület, nagyváros, az egy más kategória, politika, de lokálisan, ilyen szintű városban, ahol mindenki ismer mindenkit, vagy kisebb településen, az bűn és kár a település számára, hogy a pártok harcának esik martalékául a település. Nem pártok vannak emberek, nem pártok vannak értékek, és helyi
konfliktusok, helyi problémák, amiket kell megoldani. A pártok nem tudják megoldani. A Mari néni, hogyha nem tudja becsapni a villanykörtét, azt meg kell oldani. Nem tudja kiváltani a receptet, azt meg kell oldani. Az nem pártpolitikai kérdés. Az egy szolgálat. Egy szakma egyrészt az önkormányzatoknak, és egy szolgálat, amit meg kell tennie az embernek. És én így álltam hozzá elejétől fogva, és aztán ott maradtam. Ennyi a történet lényege. És akkor jött aztán később 98-ban az MDF, parlamenti képviselőség. Nem bánom egyébként, mert az orvoslás az nagyon tetszett, a sebészet az fantasztikus dolog. Én úgy érzem, hogy engem oda terelt az élet, a Jóisten, a sebészet irányába, az jó dolog volt, de hiányzik, még sokszor álmaimban mindig megjelenik a műtő, de kinyílt a világszemléletem, kinyílt a kép előttem, hogy működik a világ, hogy működik a lokalitás, hogy működik a nagy politika, hogy működnek a pártok, milyen gazdasági folyamatok vannak. Ezt jó azért tudni, mármint hogy érezni, hogy az ember, ha benne van ebben a sűrűben, akkor, és ezeket megtanulja, akkor pillanatok alatt át tud látni nagyon sok mindenen. És ezt megkaptam ettől a több, most már 33 éves munkámtól, szolgálatomtól. Nem bántam meg, és helyben szeretek is tevékenykedni, ha hagyják, és hát nyilván nem támadják az embert a legmocskosabb módszerekkel, mert az azért mindig bántani szokott, hogy olyan emberek, akik életükben két követne, vagy két téglát nem tettek egymáson keresztbe, szalmát nem tettek, bekerülnek valami politikai háttérrel, bizonyos jellegű médiumokhoz, és onnan a bozótból lövöldöznek. Ma már úgy, hogy az interneten ott sincs a nevük, csak ilyen oldalak, és nem lehet megtudni, ki van mögöttük, és onnan lövöldöznek a sötétből, és szórják a rágalmakat. Ez bánt, nem esik jól. Másik oldalon viszont, ha én nem adok hitet az embereknek ott helyben, és ugye szerogyok, akkor meg elvesztek egy lehetőséget arra, hogy a közösséget formáljam. Tehát igen, így jött ez az egész, és a közösségért való tenni akarás, a szülői, családi hagyomány, az tulajdonképpen belülről az jött ki ebben az egész folyamatban. Azért nyilván az a 2006-os döntés, hogy az MDF-ből való távozás azért az nyilván egy nehéz döntés lehetett, hiszen azért mégiscsak, hogy számolok, 16-17 év MDF tagság után történt ez. De a kérdésem, hogy szükségképpen alakult az MDF sorsa úgy, ahogy? Tehát nyilván, hogyha ugye mi lett volna, ha állítólag ez történelmetlen kérdés, de én ezzel nem értek egyet, szerintem igenis gondolkodni lehet azon, hogy mit, mondjuk, hogyha Antal József nem hal meg olyan fiatalon, nyilván akkor azért a magyar politikai folyamatok is máshogy alakulnak valamelyest. Nem gondolom azt, hogy az MDF akkor nem veszti el 94-ben a választást, de nyilván akkor a jobb oldalon egy más helyzet alakul ki, vagy konzerválódik. Tehát, hogy mi volt az a pont, amikor az MDF sorsa megpecsételődött? Tehát, hogy azt, hogy a Fidesz végül is leszalámizta, mert ez történt, hogy ez szükségképpen alakult ki, ez Dávid Ibolyának a hibája, vagy egyáltalán meg lehetett egy felelős nevezni. Hol tévesztett utat az MDF, hogy így patetikusan kérdezzem? Én dolgoztam Dávid Ibolyával, Lezsák Sándorral, mint elnök, Fűr Lajossal, mint elnök, tehát nagyon értékes és sok jó dolgot tanultam. Én tőlük és ebben a munkában tanultam meg politizálni. Engem Antal József szólított meg, már mint hogy a beszédei és a gondolatai és a stílusa. Nagyon nagy veszteség volt az ő halála, nem csak emberileg, hanem politikailag is. Egész másképp alakult volna a dolog. Ő hihetetlen emeletekkel magasabban jártat, egész MDF-es közösségtől, és rálátott, és tudta, és érezte a dolgokat, és annyira ember volt. Egyébként egy történetet elmesélek, ha 93-ban volt a Cserkés Dzsembori 60 éves emléktábor a Gödöllőn, megszerveztem polgármesterként, és Kárpát-medencéből és Magyarországról 1500 cserkész táborozott, és annak a megnyitójára meghívtam Antal Józsefet, augusztus 1-én volt, már nagyon rossz állapotban volt, még 20-án augusztusban mondott egy beszédet, és utána már nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és kijött egy szabadtéri megnyitóra, egy 10 percet, nyilván már külön kocsiba hozták, majd egy légkondis kocsiba, és kellett a támasztása, de a pulpituson, de hihetetlen, hogy arra 15 percben olyan szinten tudott koncentrálni, és olyan beszédet mondott a gyerekeknek, a fiataloknak,
amit ma se felejtek el, de a legérdekesebb mellette ült a öreg Súrján, a Súrján László édesapja, aki volt korábban a cserkész parancsok. Én nem voltam cserkész, de Antal József is volt cserkész és Súrján. Egymás mellett ültek, és én megültem a másik oldalon. És akkor úgy, és ez annyira jól esett, és annyira, ő nem dicsért szembe, hanem odafordult a Súrján Lászlóhoz, az idősebbhez, nyilván ő is már meghalt, és azt mondta, így ide mutatott, hogy én is halljam, tehát ez a zsenialitás, én is halljam, hogy a legjobb polgármesterünk. És ez nekem annyira jól esett, nem szembedicsért, nem azt mondta, hogy na, jó vagy, meg vagy, nem, neki mondta, hogy én is halljam. Ez az egyik. A másik, amit szintén az a generáció, Mát Ferenc, amikor már nem köztársaság elnök, és a világbékegong átadása volt Gödöllön, amit az indonézektől kaptunk, és nagy protokoll volt, ott voltak nagykövetek, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy polgármester úr, kedves Gyuri, nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha visszategeznél. Na, ők a tanárok, ők az államférfiak. Ők azok, akik miatt az ember ott volt, és ami kiesett az MDF-ből is sajnos. Sokáig tartotta ezt a szintet, de aztán részben halálok miatt, halálozások miatt, elfordulások miatt kezdett átmenni egy picit bulvár politizálásba is, de sokáig tartotta ezt a szintet a politikai szinten. Csak az a helyzet, hogy ha hiába tartja a párt azt a szintet, azt az intellektuális szintet, ha közben hatalmas média háttérrel egyszerűen lebutítják a választópolgárt. Tehát nem ér el hozzá. Ez egy tudatos folyamatnak gondolod? Hogy egészen biztos. Egészen biztos. Tehát akár az oktatási rendszer. Annak idején két pártnál volt az értelmiség, az SZDSZ-nél és az MSZP-nél. Vagy a MSZP-nél a maradék, de a NDF-nél nyilván, és az SZDSZ-nél. És ez az értelmiség össze egymásnak ugrott, barátok egymásnak ugrottak, és ezzel nem azt mondom, hogy az SZDSZ politikájával egyetértettem, mert nyilván nekünk, mint MDF-nek ellenfél volt, de ha visszagondolunk az elmúlt 33 évnek erre a részére, az, hogy ott nem volt egy párbeszéd, egy olyan párbeszéd, ami érdemi a jövő szempontjából, ebből nőtt ki egy csomó minden. És ezekre a résekre ment be tulajdonképpen a Fidesz az MDF-nél, ugye Antal halála után Orbán Viktor zseniálisan meglátta a rést. Meg munkább, hát 94-ben az MSZP is, tehát az MSZP abszolút kihasználta azt, hogy az MDF meg az SZDSZ. 94-ben az MSZP ugye még jött egy ilyen nosztalgia és egy ilyen ugye Horn Gyula vezetésével és a többi, és meglátta az Orbán a részt. És 98-ban egyébként nagyon jól tudtunk együttműködni, nyertünk is választást együtt, és koalícióban voltunk. Nem volt kétharmad. Volt kontroll. És aztán ezt a kontrollt morzsolta fel össze, a kisgazdákat verte szét, a miépecét verte, és az nem volt koalíció, de azért ott háttérbe támogatgatta a Fidesz, mert nem volt akkor a többség, és maradt az MDF, ahol küzdött először Lezsák, aki aztán sajnos betagozódott, és Dávid Dibolya, aki ki akart törni. Ebben én egyébként támogattam, hogy legyen önálló arca az MDF-nek. Ő más eszközöket választott, és módszereket. Igen. Kicsit megint még az önkormányzatokról, az önkormányzatiságról beszélünk, hogy ugye 90-ben ugye egy teljesen új alkotmányos rend, jogrend született Magyarországon, és ennek keretében ugye a tanácsrendszert is felváltotta az önkormányzati rendszer. De már itt ugye hát az MDF kormánynak sem volt ugye kétharmada, ugye bizonyos ugye hát az MDF-SZDSZ megállapodás is arról szólt, hogy a kormányozhatóságot lehetővé tegye, és ezért bizonyos engedményeket tett a választáson győztes erő. És hát végülis ennek a fajta alkunak lett az eredménye az önkormányzati rendszer, ami ugye kezdetben létrejött Magyarországon. És ezt sokan már akkor támadták, azt mondták, hogy talán túl nagy mozgásteret biztosított az önkormányzatoknak, és hogy egy bizonyos egy ilyen összvér megoldás született, hogy ezt akkor hogy láttad, hogy ez egy működőképes, jó rendszer volt, nyilván polgármesterként ez egy egészen más nézőpont is, de hogy jó kompromisszum születette akkor. Nagyon érdekes, hogy ugye megnyerte az MDF a választást, nem volt önkati törvény. Igen. Meg kellett nyáron alkotni a törvényt, mert voltak. Így van, igen. És mert szeptemberben választások voltak. És nagyon érdekes, hogy meg tudott állapodni az MDF, SZDSZ, Fidesz, mert ők együtt voltak, tulajdonképpen egy önkati törvényben, amelyik túl liberalizált volt, túl decentralizált volt. Egyetértek ezzel, én ezt a szakmát most már megtanultam, tehát valóban túlságosan elvitte önkormányzati irányba ezeket a jogosítványokat, a vagyont, a pénzt,
De hát nyilván meg kell ápolni, kettő, pedig, hogy akkor az volt a Fidesz-SZDSZ érdeke, hogy ott építkezzenek újra, és minél több hatáskör legyen az önkormányzatoknak, túl is nyerték magukat. Igen. 90-ben az önkati választásokon, olyan üdítő kivétel volt, mint Ködöllő, ahol mi kétharmaddal nyertünk, de ők túl nyerték magukat, és innen kezdtek építkezni. Hát Orbán Viktor miért gyilkolja az önkormányzatokat? Mert pontosan tudja, hogy ha az önkormányzatoknak van hatásköre ereje, akár tetszik, akár nem, onnan építkezik újra az ellenzéki politika. És ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzatoknál politizálnak, hanem ott van az új politikus generációnak a feljöveteli lehetősége. Igen. Azokat ledegradálom, ha egyszerűen nincs hatáskörük, ha oda teszem, bedobom a gyeplőt, és elkezdenek egymással veszekedni egy kis településen, hogy most akkor a Fideszes, a MSZP-s, vagy a nem tudom melyik polgármester nyerjen, akkor szét van verve a rendszer. Ezt Orbán Viktor zseniálisan látta és tudja, hát ők onnan építkeztek. Akkor építkeztek onnan, és 2009-ben, ugye, mert 2010-ben nyertek parlamenti választást kétharmaddal, ott a 2006 és 2010 igen, között. Igen, a 2006-os önkormányzati választást nagyon nagy fölénnyel megnyerte a Fidesz így van, a összedi botrány után. Így van, és 2006 és 2010 között még be is szálltam szakmailag segíteni az ő képzésüket. Kövér Lászlót itt a Károly kerestek meg a háttérbe, hogy mint MÖSZ próbáljunk meg segíteni, mert nagyon sok új polgármester volt, hogy ők képbe kerüljenek. Tehát visszatérve az önkormányzatiságra, akkor lett egy jó, egyébként a törvény jó. Igen. Hanem csak túl sokat engedett meg. És aztán ugye szép lassan vettek vissza a hatáskörökből, személyi jövedelem 100%-a ott volt először, aztán a ciklus végére. Hát igen, már a Horn kormány elkezdte ezt a törekvést. Az MDF is 50%-ra, aztán a Horn 30%-ra, és aztán 8%-ra. Tehát az autonómiából, ami nem csak a hatáskörök szempontjából autonómia, hanem a gazdálkodás szempontjából is vettek vissza, és ürült ki az egész önkati rendszer. Tehát visszatérve, jó törvény volt, meg tudtak állapodni, ezt sosem szabad elfelejteni, most, amikor kétharmad van, hogy akkor ugye nem volt, de mégiscsak meg tudtak állapodni egy ilyen nehéz időben, és hát túl liberalizált volt. Kényszer is volt mondjuk a megállapodásra, igen. És aztán jött ez a történet, hogy bement a József halála után szépen Orbán Viktor ebbe a keresztény konzervatív erőtérbe, és liberálisból ugye átmentek 180 fokos fordulattal, a konzervatív oldalra, és azokat a szavazókat rendkívül megnyerően egyébként a miniszterelnökről, és 98-ig még egészen jól összegezve, hát oda is szavaztam én is egyébként, nem az MDF-re szavaztam, de aztán később még 10-ban még mindig a Fideszre szavaztam, mert bíztam a kétharmados többségben, hogy na végre rendbe kerül az önkormányzati rendszer. Tehát nagyon, nagyon érdekes folyamat ez, és ő meg tudta csinálni ezt a váltást. Sok más párt nem tudja megcsinálni, és nem tudta megcsinálni. Most is próbálkoznak, hogy milyen arca legyen a pártnak, ugye most nem mondok pártokat, igen, meg neveket. Igen, igen. Először is kell egy karizma nyilván, Orbán Viktor az, és kell az, hogy ezt nagyon erőteljesen végig tudja vinni, de hát ma már ezek a pártok sajnos elképesztek, ki vannak véreztetve, le vannak gyengülve, nagyon, nagyon kevés a jó humán erő háttérben, tehát nyilván nem ez az érdeke a Fidesznek, hogy megerősödjen az ellenzék, az önkormányzatokban sem, és a politikai erőtérben sem. Akkor a Fidesz centralizációs törekvése az nem valami fajta önkormányzatok iránti ellenszemből fakad, hanem egy nyers politikai hatalom, politikai számításból, persze, ha jól értem. Persze, építkezni akar, persze. Ezzel együtt nincs például logika abban, hogy akkor helyezkedjek én akkor a Fidesz álláspontjára egy pillanatra, hogy mit az oktatással tettek, ugye korábban ugye önkormányzati fenntartásban voltak a közoktatási intézmények. És ugye az volt az érv, hogy hát ugye, éppen milyen egy önkormányzat, az hogy áll hozzá az oktatáshoz, milyen lehetőségei vannak, az nagyban meghatározta azt, hogy az a diák, aki azon a településen van, az milyen esélyekkel tud úgymond nekiindulni az életnek, és hogy ez a fajta centralizáció, ez egyfajta esélykiegyenlítés jelszavával valósult meg, hogy az állam végül is hát jobban tudja ezt biztosítani, mint a széttöredezett önkormányzati fenntartásban lévő rendszer. Nincs ebben végül is logika? Az egy más kérdés, hogy ebből mi valósult meg természetesen. Logika van benne, és egyébként nem is rossz cél. De hát nem ez volt a fő ok. A fő ok az, és most látjuk pontosan, hogy lehet a pedagógusokat rövid párpórázon tartani. Hogy lehet minél jobban betörni, megalázni őket, és hogy lehet betenni úgy a rendszerbe, hogy még véletlenül sem mozduljanak meg. Most a mostani folyamatok ezt egyértelműen igazolják. A lokalitásnál ez nem így volt. Azzal én egyetértek, és ez teljesen rendben van, hogy a szakmai elvárásokat, azt fogalmazza meg az állam, a kontrollokat fogalmazza meg az állam, a nemzeti alaptervet fogalmazza meg a politika, és az állam, és azt kérjék számon. Mert ez
ennek kell egységesnek lenni, hogy milyen szintet kell teljesíteni, ezt lehet is mérni. És ott kell beavatkozni, ahol problémák vannak, és a gyerekek nem kapják meg a megfelelő szintű oktatást. Na de az intézményt elvenni, az üzemeltetést elvenni, azt, hogy a helyi társadalom kontrollját elvenni, az önkormányzaton keresztül biztosított kontrollját elvenni az iskolát, oktatást, tehát a szülők oda viszik a gyerekek. A pedagógus, a szülő, az intézményvezető, az önkormányzat, a szülői szakszervezet, a szülői munkaközösségetek együtt működéséből alakul ki az a háttér, ami biztosítja a gyerekeknek a haladást, hogy a tehetségeknek megfelelően tudjanak haladni. Tehát ezt írtotta ki ez a rendszer, és olyan szinten, hogy gyakorlatilag már az intézmények is, ha nem teljes mértékben állami tulajdonban vannak, de vagyonkezelő joggal elvette az állam. A másik, hogy arra való hivatkozással, hogy a finanszírozásból kivonult még a Gyurcsány kormány, persze, hogy kivonult, már az 50%-át se fedezte a normatíva a költségeknek, hát ezt vissza kell rakni. Hát nem olyan bonyolult az, hát ezt vissza, ha kivették, vissza kell rakni. És a oktatás mindig állami feladat, csak hogy mit ad át belőle az önkormányzatoknak. És ez volt a vita, és itt én szerintem egy teljesen rossz irányba ment el. Ez a mostani a klik, aztán most ez a tankerületi rendszer, ez látjuk, hogy politikával van átitatva, és ez nem jó az oktatásnak, nem jó a gyerekeknek, elsősorban ugye az ő jövőjükről van szó, a szülőknek, sok a bizonytalanság. Ezek bennem kitisztult, letisztult vélemények, és nem politikai vélemények, hanem a lokalitás szempontjából és személyében megfogalmazott, abból a tapasztalatból építkező vélemények, és mindenféleképpen ott változtatni kellene egy önkéntes alapon arányos finanszírozással, tehát amit az állami iskola megkapja meg, megvalósított új oktatási rendszerre lehetne változtatni ezzel a gyerekek és a szülők érdekében. Mennyire képes az érdekei képviseletére, az érdekei melletti kiállásra az önkormányzati szféra? Ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke vagy, az is, ha valami összem, már 90 óta. Ugye? Tehát ez is egy emberhőtőnyi időszak. És most ugye azt látjuk, hogy amikor különösen a járványtól kezdve ugye, hát különböző, talán nem tudás azt mondani, hogy büntető intézkedésekkel sújtja a kormányzat az önkormányzatokat. Hát különböző stratégiákat látunk, hogy ezzel hogy próbálnak fellépni az önkormányzatok, de nyilván az egységes fellépés az a leghatásosabb. És ugye hát azért az önkormányzati szférában és ugye a polgármesterek szintjén, vagy a településvezetők szintjén ugye nyilván fideszes többség van. Hogy velük egyébként erről lehet értelmesen beszélni, lehet együttműködni. Nyilván vannak olyan polgármesterek, akikről ez köztudott, hát közösen adhatok interjút nem olyan régen, ugye Cserpalkovics Andrással, pont a Magyar Hangban is, úgy emlékszem, hogy ott azért sokkal több pontban volt egyetértés, mint vita, különösen az önkormányzatokkal kapcsolatban. Tehát, hogy ez működhet-e, és valójában mégis úgy látszik, hogy azért olyan nagy eredményeket nem tud így közösen sem elérni ez a szféra. Nem. Ki van herélve. Gyakorlatilag elvették az összes olyan jogosítványt. És ebben a fideszesek így beletörődtek? Vagy bele, mert bele kellett törődniük. Tehát Szita Károly ugye énekel szépen, azt szoktam mindig mondani, Orbán Viktor udvari beszállítója önkormányzati érdekszövetség szempontjából, ő kap szót a médiumokban, ő elmond valamit, és akkor aztán arra replikázik a kormány, és úgy döntenek. Teljes mértékben átalakult ez a rendszer, én azért minden, én Boros Péter belügyminisztertől kezdve mindenkivel egyeztettem, mint önkormányzati szövetség, kormány önkormányzati közéleti tárgyalások kapcsán. Ez most a leggyengébb. Jó a kapcsolat a belügyminisztérrel, félrejtés ne essék, a mozgástér és a hatáskör semmi, nincsen jogosítvány az önkormányzati szövetségnek, nincsen esetleg egyetértési joga bizonyos kérdésekben, netán vétójoga bizonyos kérdésekben. Működik ez a világ más formájában, más területén, másként is. De a lényeg a dolognak, hogy a fideszes polgármesterek vagy a kormányhoz közel polgármesterek nem mernek megszólalni. Tehát én vagyok az egyik nagy szószóló, én elmondom, viszonylag megpróbálom objektíven elmondani a véleményemet, és aztán ezért persze én is büntetés alatt vagyok, mert akkor majd itt-ott-tam-ott megdorgálják a várost. De azt meg kell érteni, hogy egy kormányzatnak, hogy kell, ez egy szakmai érdekszövetség. És ha nem hajlandó tudomásul, vagy nem hallja meg a szakmai érdekszövetség szavát, akkor az neki nem jó. És együttműködésre törekszünk folyamatosan. Tehát mi nem tudunk tüntetni, meg sztrájkolni, meg ilyesmi. De hát látjuk,
az orvosi kamara egyszerűen az orvosok érdekét képviselve, hogy mit tudom, 75 meg 80 éves orvosok ne ügyeljenek már, belép egy érdekvédelmi folyamatba, nem tetszik, föloszlatjuk, megváltoztatjuk. A pedagógusokat megint most már kijönnek a közalkalmazotti védelem alól is. Tehát szét van verve az egész szakmai érdekvédelmi rendszer. És ebben benne vannak az önkormányzatok is, minket fejeztek le legelőször. Működik, tehát vannak tárgyalások hivatalosan és jogszabályban rögzítve kormány önkormányzatok között, de szépen megbeszéljük a dolgot, elbeszélünk egymást, megiszunk egy kávét és hazamegyünk. Tehát nem történik semmi. Ennek ellenére csinálni kell, mert az embereknek meg kell érteniük, hogyha az önkormányzatokat ledegradálják, ha az önkormányzatok pénzét elveszik, azt nem tőlem veszik el, az én fizetésem ugyanannyi lesz. Nekem a munkám lesz legfeljebb kevesebb, hanem őtőlük veszik el. Nekünk lesz kevesebb zöld felület, kevesebb utca, kevesebb járda, rosszabb körülmények az óvodába, és sorolhatnám tovább. Tehát minden forint, amit elvesz a kormány, lásd gépjárműadó, iparüzési adó megfelezése, és sorolhatnám tovább, azt az egyes embertől veszi el. Ezt még nagyon nehezen látják az emberek, és azt is nehezen, hogy a lokális szintre letelepített feladatok a rendszerek automatizmusával, mert kisebb rendszer, jobban átlátható, jobb a kontroll, hatékonyabban működnek. Hát az egész oktatás szét van esve. Hát alkalmatlan emberek ülnek, nem mindenki, és tisztelt a kivételnek. Nem akarok mindenkit bántani, de egy-kettő azért kiderül, hogy alkalmatlan emberek ülnek ezekbe a székekbe. Hát akkor hogy várunk tőlük jó oktatást? Nem lehet politikai alapon kinevezgetni embereket. Hát itt most a melyik iskolában rúgták ki az öt pedagógust? A Kölcseiből kirúgták. És ugye kérdezi a sajtó, tegnap láttam egy ilyet kis bejátszást, hogy a tankerületi igazgatót kérdezi. Egyrészt fölmerültek mindenféle problémáknak nála a szakmai képesítéssel is, de egyáltalán nem válaszolnak. Tehát a legjobb tanárokat kirakják. Hát hogy? Hogy lehet ezt megengedni? Tankerületnek küzdeni kell a tanárokért. Neki azt kell mondani, hogy minél jobb tanár legyen. Meg kell állapodni, hogy mik a működés körülményei. Biztosítani kell az egzisztenciát, biztosítani kell az eszközöket. De ha legjobb, a költségből a legjobb tanárokat kirúgják, amikor halásszuk már azt, hogy valaki tehetséges és dolgozni akar és tanárnak akar menni. Hát hogy? Azért, mert részt vett egy tiltakozáson vagy kettőn, mert nem tetszik neki a rendszer, és azzal a jogával élt, ami van. Nem lehet egy rendszert fölépíteni egy pólusra. Ez volt, megbukott, hogy most bukik meg, utána meg fog bukni. Biztos megbukik. Ez a rendszer nem fenntartható. Én nem kívánom azt az országnak, hogy megbukjon egy bukott kormány, egy szétesett országot újraépíteni, kegyetlen nehéz. De valami nemzeti minimumban meg kéne állapodni, és nem folyamatosan gyurcsányozni, meg nem tudom is, mert ez lehet embereket riogatni, de újra kell építeni az országot. Nem csak szakmailag, lelkileg, mentálisan, morálisan. És ha ez nem fog menni, akkor kínlódunk. Én 67 évesen ennyi polgármesteri tapasztalattal ezt nyugodtan elmondhatnám, mert azt kérdezted, hogy nyugdíjban megyek. Én nyugdíjas vagyok. Én elértem a nyugdíjkorra, tehát én kidolgoztam magam, most is dolgozom, szolgálom a hazámat. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ott helyben az a kis közösség túléljen minden nehézséget. De én már nem megyek fel a nagy politikába, nem akarok oda menni, mert nem érzem jól magam, már attól sem, amit látok. Tehát országos politikai ambíció nincsen? Nincsen, ezt el is mondtam. Volt egy pici, egy-két heten még parlamenti képviselő voltam, a 19-14-es választásnál, mikor csináltuk az UK-t, nem a 19-es, 18-as, mert 19 volt az önkormány. Az új kezdet párt, az új kezdet. Ugye ott nem volt más, nekünk nem voltak pénzeink, én saját pénzemből tettem bele. Ugye ott már nem megyek bele, mert nem akarom ezt a jó beszélgetést azzal elmondani. A lényeg az, hogy csak beszagoltam egy picit a parlament életébe, és azt mondtam, hogy én nem vágyom oda. Nem. Ez nem az én szintem. Ez nem az én szintem. Ennyi munka után én oda nem tudok lesüllyedni, hogy abba a játékba belemenjek, amit a politika a parlamentbe játszik, legyen ez akármelyik oldal. Én helyben szeretném a várost megvédeni, nem intaktán nem tudjuk tenni, de megvédeni azt a közösséget, amiért az egész életem a legnagyobb munkám van ebbe, hogy azt meg tudjuk óvni. Aztán ha sikerül, hanem nem. Csapatot formáltam a következő időszakra, azzal fogunk indulni fiatalokkal, bízom benne, hogy Gödöllő tud legyen. Ez a most a Gödöllői Lokálpatrióta Klub lesz. Igen, Lokálpatrióta Klub keretein belül fogunk indulni.
szépen készülünk. De már külföldi kampánytámogatás nem lehet ezt úgy. Hát de azt is tudom meg azt, hogy engem is gurulóznak, tehát ennyire ilyen színvonal nélkül szánalmas, csak a politikai... Azért az látszik, hogy a Fidesz azért az nagyon szeretné, hogy te ne legyél. Tehát hát a legutóbb a miniszterelnök úr jött ki, mert pontosan igen. Tudja, ki vagyok, és egyébként szerintem belül tisztel is engem. Ezt is meg kell mondani, és ezt én respektálom is természetesen, mert pontosan tudja, hogy mennyi munkát végeztem el, csak hát a politikai érdek. És néha nem, nincs olyan, hogy azon elgondolkodni, hogy azért sokan választják azt az utat, hogy nem tudom, tehát vannak azért jó konzuli állások, meg nyilván valaki most arra hivatkozik, hogy valami jó kis sportdiplomáciai feladat, és akkor a politikából lehet távozni, hogyha mondjuk a ilyesmi javaslat jönne, Fülyes, vagy Fülyes ajánlat. Fülyes Balázsra gondolsz. Hát igazából inkább most itt elsősorban most konkrétan rá is, de ugye a konzulok azok meg ugye korábbi ellenzéki politikusok, tehát mi az ő története egy kicsit más, de hogy végülis az egy nyugodtabb élet is lenne ez esetben, tehát hogyha egy ilyen megkísértés lenne, és akkor... És akkor mit teszek a közösségemért? Mit teszek a hazámért? Mit teszek a szűkebb pátriámért? Tehát beülni egy székbe minek? Hát akkor elmegyek, van valami kis nyugdíjam, azt elinflálják, azt meg fogok élni. Nem érdekel. Én tenni akkor nincs lejáratás, akkor nincs Pegazus ügy, nincsenek ilyen próbálkozások. Ki fogom mondani a jövőben is az igazságot, amit gondolok. Vitába fogok szállni mindenkivel, aki a demokratikus érzelmeim és értékeim és a konzervatív és a jó értelembe vett keresztény értékeimmel ellen megy, legyen az kormányon van, mert ez nem keresztény kormány, maradjunk ennyi beteg, nem bántam, húsvét előtt megpálni, nem akarok senkit bántani. De ki fogok állni, fogom csinálni a dolgomat, mert én ez vagyok. Nekem nem a pénz kell, nem a hatalom, nem a pozíció, hanem az, hogy valamit, ami még van bennem, és amely tehetséggel a Jóisten megáldott, az be tudjam forgatni oda, ahol szükség van rá. Ha nincsen rá, azt is tudomásul veszem. Fogok tudni, mit kezdeni az időmmel. Van 5 unokám, 3 gyermekem, 5 unokám, nagy családunk van, mondtam, 8-an vagyunk testvérek, sajnos 2-en már nem élnek. De mi nagyon szép életet élünk. Tehát nekem nem hiányzik az, hogy valakik majd aztán beülök egy székbe, és akkor mondják azt, hogy őt is megvették. Vannak ilyenek. Sajnos polgármesterek is egy-egy pozíció elszédíti őket, a pénz, a hatalom, a lehetőség, a kényelem. Én nem vazalus vagyok, én nem arra teremtettek. Én Petőfi nemzeti liberalizmusra most, hogyha 200 éves évfordulót ünnepünk, erről kéne sokat beszélni. Petőfi Sándor mindent leírt a verseiben. Szoktok, március 10-én azt mondtam a beszédemben, most mi lenne, hogy bejönne ide Petőfi Sándor a térre, ahol most itt vagyunk, mit mondana? Mit kezdtetek azokkal, amiket én mondtam nektek? 6 év alatt olyan hihetetlen költészetet, irodalmat és mindent hagyott ránk, amit hosszú időn keresztül lehet földolgozni. Benne van minden. Benne van minden. Mondom azt, hogy hát ezt elmondtam nektek. Mi kérdeztek engem? Kérdeztek engem? Hát ott van, elolvastad? Elolvastad azokat a verseimet, amiben le van írva, apostol és a többi, hagyd nem mondjam most már ezeket, de hát ide se jut el a mai tudás, mert sajnos már nem olvasnak az emberek. Úgyhogy, de dolgozzunk azon, hogy olvassanak, és hogy a fiatalok. Én nem megyek egyébként a Premontrei gimnáziumban, lesz egy nagy verseny. A fiataloknak ilyen tudományos diákköri történet, hogy előadásokat fognak tartani, és meg fogom őket dicsérni, hogy igenis dolgoznak, a kiművelt koponyára szükség van. De csak úgy van szükség a kiművelt koponyára, hogy szabadon dönt. Szabadon dönt. Ez a legfontosabb, hogy el tudja dönteni, és el fogja tudni dönteni, hogy merre menjen. Ha ő hazaszerető, ha konzervatív, ha értékek vannak benne, akkor fogja pontosan tudni, mit kell, nem kell neki megmondani, hogy mit kell csinálni. Na, ez a jövő, és ez a jövőépítés. Már elvileg lehetett volna még kérdéseim, de azt gondolom, hogy ez ennél tökéletesebb zárszó. Nem kell ez a beszélgetéshez. Gémesi Györgynek nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy ránk szánta az időt. Köszönöm szépen, és legyen mindenkinek a húsvét szép és békés, hiszen a kereszténység legnagyobb ünnepe, és ott a végén a feltámadás. Nagyon szépen köszönjük. Nézőinket pedig arra kérném, hogy vásárolják az újságot, a Magyar Hangot, és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Következő héten új adással fogunk jelentkezni. A viszontlátásra!